Évértékelésre kértük fel Manóci Tibort, a DKS felnőtt röplabda csapatának a vezetőedzőjét. Mint ismert, a felnőtt férfi együttes rendkívül nehéz helyzetből vágott neki az Extra Liga 2023-24-es kiírásának. Nagyon megfiatalodott a csapat, meghatározó játékosok mentek el az együttestől a 2022-23-as szezon után. Ennek tudatában sem meglepő az idei idézőjelben eredménytelenség. A fiatalok nagyon sok mérkőzést játszanak hétről hétre, és nem csak a felnőtt mezőnyben. Mindenki tanul és fejlődik, akik pedig a körülmények ellenére is vállalják a játékot, azokra méltán lehetünk büszkék. Tavaly évre visszamenőleg én azt gondolom, hogy ugye egy osztály a lejjebb voltunk, nem első osztályú csapatként indultunk a bajnokságba, és a középmezőnybe végeztünk. Én azt gondolom, hogy kicsit keserül a szánk íze, én azt gondolom, hogy a harmadik hely, harmadik, második hely környékére becsúszhatunk a játékos állományból kifolyólag viszont el kellett fogadni, hogy azért fiatal és úgymond rutintalan csapattal mentünk neki. A két profi, meg mondjuk egy idősebb négyesütő, a Laci Dominika egybefogva, viszont a többi játékos az, az U17, U18 és U19-es játékos volt, és azt gondolom, hogy lehet, hogy sokat vártunk el tőlük. A szakember azt mondta, bár összevonták a ligákat, nem is lehetett kérdés, hogy szeretnének indulni az extra ligában még így egy mérhetetlenül fiatal csapattal is. Olyan fiatalokból szeretnének csapatot gyúrni, akik itt akarnak játszani és tenni akarnak az Egyesületért. Pont az életklubból adódóan nem meglepő a hullámzó játék sem. A jövőben azon kell dolgozniuk, hogy a játékuk szerethető legyen a nézők számára is, és ne legyen ennyire hullámzó a csapat teljesítménye. Mi olyan csapatot akartunk kiállítani, akik szeretnek játszani, itt akarnak maradni, és tenni akarnak ezért a klubért, meg ezért az Egyesületért és következő meg az volt, hogy tényleg jól működő és az utánpótlásra hangsúlyozva lévő játékosokat versenyeztessünk meg. Az extra liga mennyire volt evidens, hogy elindulunk. Mindenképpen elindulni akartunk az, a, a felnőtt bajnokságba. Én azt gondolom, hogy ez egy jó tanuló pénz a fiataloknak az extra ligába való indulás. Ugye mivel nincs NB1, tehát összemosódott a kettő, az extra liga meg az NB1, itt 12 csapatos bajnoksággal alakult át a férfi, első osztályú mezőny, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntésnek bizonyult annak idején, amikor a szövetség meghozta. Az utánpótlást tekintve Tomanóci Tibor örömmel számolt be arról, hogy szerencsére meg annyi férfi és női versenyzővel is büszkelkedhetnek. Szép számmal akadnak versenyzők egy-egy korosztályban, ők pedig a maguk szintjén jó eredményeket érnek el. És vannak olyan gyerekek vagy olyan lányok, akik ugye már föl jöttek, kiöregettek az út 15-ből, de még azért nekik erős az, út, U20, viszont nem akarunk elveszteni senkit, és szeretnénk, ha itt maradnának, úgymond a röplabda közelébe a sportok, gyerekek, és ezért inkább az U20-ba versenyeztettük meg őket. Meg hát azért tegyük hozzá, azért, azért az edzők is azért hiányoznak, viszont próbálunk mindig maximálisan oda tenni magunkat edzői szinten is, hogy legalább olyan kvalitású edzők legyenek a csapatok mellett, hogy, hogy tudjunk minőséget biztosítani. A DKS röplabda szakosztályát illetően tehát több férfi és több női csapatról is beszélünk, akik más-más osztályban, más-más korcsoportban indulnak. Ebből fakad, hogy különböző szinteken egyedi célokért küzdenek. Mi minden esetre minden csapatnak sok sikert kívánunk.